Üdvözlöm minden kedves nézőt! Újra a Magyar LOL TV adása folytatódik. Unicorns of Love Splice összecsapás immáron a harmadjára. Az elsőt a Splice nyerte. Jobb kommunikáció, jobb játék, jobb összhang és talán ügyesebb választás és csapat kompozícióra való építés. A második meccsen viszont a Unicorns of Love kommunikációban felülött és visszahozta a mérkőzést. Most így 1-1 az állás, és akkor ne is húzzuk az időt. Én jó magam Pirsz vagyok, szia Darcik, bajnak választás! Pontosan, én is üdvözlök mindenkit. Hát a tiltások azok, amik fontosabbak. Kék oldalt kaptam meg megint csak a Splice. Egészen pontosan a kéket választotta megint a Splice. Zyra első tiltás, Camilla válasz. Egyelőre teljesen tradicionális tiltási fázisunk van. Vagy Rengar, vagy LeBlanc akár érkezhet is következőnek. Valószínűleg hogy LeBlanc. Végén a Splice-nak, mivel hogy Jace nem kötelező tiltania, ezért akár Shant vagy Ivert is a tiltó listára helyezhetik. Ivert nem véletlen. Na most Kha'Zix-ot kivágja-e a Unicorns of Love, vagy bemarad a Rengar? Mind a kettővel jó Thresh-i. Az a helyzet, és már volt is játszott meccse mind a kettővel Thresh-inek, tehát nem igazán volt választási lehetőség. Inkább Kha'Zix-ot hozza el Thresh-i. Ezzel te magad is mondtad, ha jól emlékszem az első mérkőzés után, hogy akkora ráhatása nem volt a mérkőzés. De mégis kivágták a másodikon. Kitörődtek a Kha'Zix-ot, hogy erre le. Kék oldalról már igen. Valami megint csak van a levegőben, de az biztos, hogy Kha'Zix spam maradt Thresh-inél, és lehet hozzányúlni a lövészekhez. Ellopni, elvenni, eltiltani, ellopkodni. Jean megint is szabad préda lesz majd, és Rumble is szabad. Visszatérhet az első kompozícióra a Splice, amivel maga biztosan nyerte a csapatharcokat. Mert mind Rumble szabad, és mind Genie szabad. Warwick, aha, első meccs, reload. Eddig még úgy tűnik, de ne feledd, hogy azért ott egy kicsikét. Nem, ezt nem akarom szépíteni, egyelőre én is ennyit gondolok. A Spice-nak éreznie kell ez a meccs. Az a meccs, az a nagyon erős volt nekik, jó volt a kompozíció is. Ha ugyanaz marad, akkor Genie Zyra fog érkezni a Splice-hoz, na. Zyra nem? Zyra, nem, bocsánat, persze, nem Zyra-t akartam. Viszont a felső is, mire ugyanúgy megmaradhatna a Rumble, ha nem tiltaná ezt most, azonnal ki a Unicorns of Love. Erre most még egyelőre van lehetőségük karmával, megint az... Az a látszó tankosság érkezik majd a Splice-hoz, mint az első mérkőzésben is ez látható volt. Hát elég veszélyes eddig a kompozíció, muszáj kitiltani Rumble-t. Gangplank tiltás a másik kötelező, ezt emeltem volna még Kishennel szemben, mert a végső képessége majdnem annyira veszélyes, mint Shen, és sőt, a játék végső szakaszára akár ugyanilyen veszélyességi faktorán nőheti ki magát. Rumble tiltás ott van mellette, teljes mértékben jogos és indokolt, illetve még Corkival kéne valamit kezdeni a középső ösvényen. Nem biztos, hogy őt el kell hozni, félreértés ne essék, de akkor legalább, amikor csomagja van, nem elkezdeni egy ős sárkány harcot. Samux. Na mondd, mi legyen. Ugye jelen pillanatban a támogató játékos hibázik, és a középső ösvényes. Ahogy te is elmondtad, bele lehetne most trafálni a Corki lehozásába, de én a Kassarint sem dobnám el, mint lehetőség. Ugye most a Jhin végső képesség miatt... Aha, Lulu érkezik Idis Sunkhoz. Aha, a baronlopása már alkalmas a Unicorns Dolla Vinentől kezdve. Kappa. Maokai jön Wunderhez. A második meccshez méltó és ismétlődő összecsapás a felső ösvény, és a Corkit is elhozza Senkaxnak, Nimiki. Így fölállhat nagyjából megint csak a kellemes végső képesség párbaj a Rumble kivételével. Helyette lesz egy berohanó fa. Lesz a Kata. Nem hinném, hogy Maokai ellen biztosan nem hozni Katarinát. Azt tuti, hogy az öngyilkosság Katarinát hozni. Meg megint a kettő kifárasztás, persze. Nem szabad. Tehát még egyszer abban nem fog beleszállni Xayah sem, mert emlékezzetek vissza az első meccsen, hogy hányszor szaladt Exile maga után az enemit kergetve, és egyszer nem érte őket utol. Ha utol érte, akkor kifárasztás, ha utána megint utol érte, akkor már villani kellett, ha ott is elkapta, akkor megint egy kifárasztás. És erre volt egy zonyája reakcióként, tehát ez még egyszer nem fér bele. Egyértelműen ezért is hozza a Ryze-t, ami szerintem nagyon jó döntés volt Exile-tól. És kérdés, az első párbajokban, az első rajtérdéseknél lesz-e megint Thresh-Xerxé találkozó valamilyen úton módon, hogy ott a bokornak köszönhető árnyék vetülés miatt nem láttak Xerxé érkezését Thresh-i, ami saját halálához vezetett. És gyorsításra fog jönni nagy valószínűséggel persze Ryze-al az Exile. Hát kemény meccs lesz, az biztos. Azt tudjuk.
És nem gondolom, hogy bármelyik csapat is a véletlenre bízna ezt az utolsót. Így a BO3-as összecsapás keretein belül. Nagyon sokat számít szerintem az, hogy nincsen Rumble. Jin még így is halálos kezdeményezésekkel rendelkezik. Corki még így is iszonyatos piszkálódással rendelkezik. Viszont most nincsen meg az elzárás, ami a Jin végső képességet annyira veszélyessé tette, mint az első mérkőzésen. Tehát most legalább ennyivel könnyebb lehet a dolga a piros csapatnak. Szemben ezzel viszont nekik is változott egy kicsikét a kompozíciójuk, tehát amíg Katarina az első mérkőzésen beugorhatott vígan kettő gyilkosságra is akár, amíg nem állt fenn a kifárasztás veszélye, addig most ezt nem biztos, hogy meg tudja tenni Exile egy Ryze-al. És a játék hangját már halljuk, a közönség pedig némán figyeli a harmadik meccset, hogy mi is fog történni a 7.2-es patchben, ugye Splice, Unicorns of Love, Unicorns of Love, Splice, majd megint Splice, Unicorns of Love, kék és vörös színeket illetve. És akkor Tresi már mindenki meg is nézők, Xerxi, merre van, hol kezd, hol lehet majd mondjuk ugye megtervezni az útvonalát mondjuk egy kellemetlen érkezésbe az ellenfél jungle-ébe, de az előző meccs, ami hasonló párbajt vívott kettőjük között, az sem alakult jól a Tresi számára, találkozott nézve. Oké, esetleg nemrég kapcsolódott be annak a kedvéért, mondom, hogy megint csak a vadászpengés, illetve gyöngyös kezdést láthatjuk Xerxénél, tehát neki nem kell életerő ital. Pont ugyanez voltam ugye a dzsungeles összecsapás is az első mérkőzésen, akkor egy kicsikét szerencsésen alakult olyan szempontból az összecsapás, hogy hát egy nagyon korai gyilkosságot láthattunk kettőjük között, ami befolyásolta is a teljesítményüket. Mikey amúgy, hát ő leharcolta az összes jelzőjét, ugyanúgy, ahogy Hillsong is, kaptak bőven bónusz aranyat, de én szerintem mondhatjuk, hogy nagyjából forma-forma csara volt. Forma-forma, megálltak a sütemények mind a két részről. Jól láttam, Hillsong, aki benyakalt még egyet. Így egy süti előnye van Mikinek még egy darabig. Aha. És akkor a átütő nyilvesszőkkel már számos kezdheti a párbajt, a két támogató játékos megint egymást cipálja. Kifárasztás Hillsongon. Kritikus csapás és kivirágzás még ugye nincsen, ezt ne felejtsük el. Hillsong lép visszám. Samux viszont nyugodtan válaszolhat. Hát, hogy nyilvessző neki lesz majd Mikire, akire még a sebzés nem elég egyértelműen. Senkrax, Exile párbaj megint csak középső, és olyan jól cserél Exile, de Senkrax is nyugodtan elmutatja magáról. Akinek viszont csak egy életerő itala van, szemben a hárommal, ami Exile-nál. Hát igen. Most már csak kettő. És a kettes szintet körülbelül formán lépít meg. A felső ösvény lesz talán az ösvény, amire nagyon keveset kell odafigyelnünk majd. És valószínűleg a jungle-es játékosok sem hinném, hogy túl sokat arra az ösvényre szeretnének majd rajta ütni, mert ez a két tank nagyon nehezen fog meghalni. És lehet, hogy nem lehet akkor előnyt szerezni az ő gyilkosságaikkal, hogy közben mondjuk négy fős toronydöntés az alsó ösvényen, és sorolhatnám, milyen verziók vannak. Nincsen esütik. Támogató játékos innentől kezdve, hogy a veszélyzónában lesznek, Miki kapja meg az átütő nyilvesszőt, jó a kivirágzás Kobitól. Ez vannak jelzők, el lehet használni mindenki támogató játékosnak. Szörkszép pedig eljutott arra a pontra, amikor már megint csak a rajtaütési lehetőség az áll, még ha Warwick-kal játszik akkor is. Kobi pedig úgy dönt, hogy haza megy így, hogy támogató pajtáson nem maradott az alsó ösvényem. Így igazából ők azok, akik korábban térnek haza. A kis térképen ez félig meddig lekövethető volt, aztán Kobi mégiscsak megszakítja amúgy a hazatérését, hiszen Samux is úgy döntött, hogy ott marad. Amúgy az idézői képességeket tekintve kifárasztás, gyógyításra való cserélése történt mindössze meg. Ez pedig nagyjából ugyanannyi töltési idő támogató, illetve a lövész között, tehát túlságosan nagy hatása ilyen szempontból nem lehet az alsó ösvényen. Pengecsőr szedés Xerxétől. Thresh, aki most megy haza először. Ugye utána Xerxének még mindig nincs miért hazamennie. Karakteréből fakadó előnyőnek köszönhető neki, azért életerő veszteséget nincsen túlságosan sok. Még életerő italok vásárlás nélkül is jól bírja a strapát. Ez az első meccsen is elmondta Darcig. És ez most is igaz, ha már Warwickról beszélünk. Sutyarák kontrollja van a Unicorn, annak egy darabig. Mies kimondtam, már nincs. Hillsong pedig érkezik az alsó ösvényre vissza, hogy volt otthon minden két támogató játékos, és minden két lövész is bevásárolni szépen. Kobi, aki másodjára érkezett, gyorsít Exile, mana nélkül van a Ryze.
egyértelműen veszélyes neki ez ilyen sokáig killenni. Wonder pedig bajban lehet, Csacsinak van villanása, de Wondernek is. És a Maokai-t még ennyi életben is nagyon veszélyes torony alatt megpróbálni megölni. Xerxi nagyon siet. Igen, a vérszaga sokat segítem ugye a haladásán. Aztán a hazatérésén. Nem egyébként neki is most így az ötödik perchez közeledve már valószínűleg van annyi aranya, hogyha más nem, legalább a dzsungeles tárgyát tudja fejleszteni. Vagy még jobb esetben egy komplett tiamatot meg tudjon vásárolni. Egyébként két hosszú kard van megint csak Thresh-nél. Most nem halt meg, de megint ezt a kezdést láthatjuk tőle. Csacsi meg Wonder pedig közben cserélget. Mind a ketten elhasználták már teleportjukat. Ez ugye Maokai-nál egy kicsikét a sebezhetőbb kezdés, egy Dorán gyűrűjével előtt egy fekete pecséttel, viszont manát tekintve... Virágzás, Illisonnak ez pedig fáj, azonnal kifáraszt Kobira, valószínűleg villanás is kell, hogy legyen, ez pedig fáj, és gyógyítás Samuxnak még ugye nem volt, így első gyilkosság Kobira érkezik. Megkapja még ez inspirációt is, Illison vállal túlságosan sokat. Egyszerűen Jhin ellen, vagy talán a Jhin karma ellen nem nagyon megy az alsó ösvénynek a játék. Ez megint úgy tűnik, hogy teljesen szóló gyilkosság volt, és amúgy a gyógyítás hiánya az elég sokban módosította mégiscsak az összecsapást, hiszen úgy tűnik, hogy nem volt meg a töltésidő csökkentés ezen a képességen Samuxnál, viszont Mikey-nál igen, így ezért ő a kifárasztást, amint lejött a töltési időről, egyből fel is használta Hillisong-gal szemben, remekül ki volt kalkulálva egyébként ez a cserebere. Cserebere, belső ránk talál, és már a kivirágzás kapásból jön Kobitól, hogy hát ha valahogy le lehet kötni számokszat, és akinek ugye most már van gyógyítása. Az előző gyilkosság előtt Kobinak el kellett villannia, viszont ez a szemben. Tehát ezért most talán van egy kis helyzet előnye a Unicorn Love alsó ösvényes párosának. Kérdés, hogy tudják ezt készpénzre váltani, vagy pedig el kell könyvelni azt, hogy Kobik az első gyilkosság után vezethetnek. A falra nem ezt mondja, persze. Ez teljes mértékben van. Igen, de a gyilkosság miatt ezt a hátrányát, amit farmban kialakított Kobi, teljes mértékben le is dolgozza. Sőt, igazából amint hazatér, most már láthatjuk is, hogy előnyre tesz szert. A rálátás az, amit láthattunk jelen pillanatban a kis térképünkön. Ez pedig ugye azt mutatta meg, hogy Thresh-i tök nyugiban ülhet ott a bokorban, de hogy ki fog érkezni, az a kérdés. Wondernek még talán van egy akcióra elegendő manája. Ez mindössze csak mínusz idő volt Thresh számára. És közben, amiről beszéltünk, Kobinál nem csak fogazott tör, de még két hosszú kard is már jelen van. Ez lehet az igazi sebzés fölénye, amit most teljes mértékben kihasználhat majd a Splice, hiszen ezzel szemben Samuxnál viszont istennő könycsepje került megvásárlásra a fogazott tör után. Exact, pedig cserélni próbál Sankaxra, aki az átoknyelővel majd valószínűleg fog előrukkolni hamarosan. Szintén volt egy pici ideig Ryze-nál, de azért túl sokat nem jelent a kettőjük közti párbajom. Őrszemtakarítás Ryze által, vörös Szederhát is megjön, amire azért Xerxi is szemet vethet, hogyha közebben fog járni. És megint egy óceán sárkánya kezdődik. Az első meccs volt igazán nagyon dögös sárkányakban, ugye három hegy, majd pokoli, az valami pokolian jó volt. Abszolút. Közben amúgy igazán jól kerülik ki a felesleges sebzést ugye Korkitól, a foszforbomban nem talált, és mondhatjuk szerintem azt, hogy kicsikét szerencsétlen időpontban kellett Ixalnak hazatérnie, mert hogy nem rögtön az istenő könycsepjét tudta megvásárolni, hanem mellé volt még egy kis felesleges aranya, amit még ez a zafírkristály is egy cipellő formájában tudott kamatoztatni. Amúgy megint a déli dzsungel részt uralja teljes mértékben Xerxi. Három darab kontrollőrszem van a déli dzsungel rész közelében, így Thresh-i, hát ha valamerre szeretne mozogni, nagyon meg kell válogatnia, hogy merre teszi ezt. Nézd virág! Gon haladt át Ixalan, kisebb mana töltése, ez abszolút jó is volt és kellett is. Megkapja a kéket. Warwick-nak sem rossz a kék, de Ixalan-nak sokkal jobban fog tetszeni itt a középső ösvényen. Van hátrányán csak átmeneti, itt van 7-6 darab minél, amit be kell hoznia majd Ryze-val szemben, Korkival szemben. Ez meg is történt. Azért most már Ryze-nak nem túl nehéz egy teljes minion hullámot letakarítani. Wunderne pedig kezd fogyni az életereje. Ez akár Xerxi, vagy akár Thresh-nek is még egy jó kör lehet a felső esély rajtöltése. De továbbra sem tartom a legjobbnak. Attól, hogy jó lehet, még nem biztos a legjobb. Mert sárkány, alsó esély, torony, stb. Is négyfős torony döntéstől bukhatnak el, ha valaki figyelmet szentel jungle-essel a felső esvény tankjának megölésére.
Hidisang megint a célpontban folyton, a kivirágzás által is, és jön hátul Xerxé. Ember előnyben a Unicorns of Love, Ixal is jön. Halál 4 felvonás. Nem tudott elég minőt letakarítani, bár arra elegendő volt, hogy elodázza az első torony bedöntését. Amúgy valószínűleg Xerxé is ezért érkezett, van még végső képessége. De időben mozdult vissza a Splice alsó ösvény párosa. A farm különbségre akartam amúgy kitérni pont az alsó ösvényesek között, hiszen az előbb ez majdhogy nem 30 körül járt, ami már egy nagyon jelentős különbség a 10. percnél. Most már tényleg lehet azt mondani, hogy gyilkosság ide vagy oda. De ezt mostanra sikerült ledolgozni a Kobénak szépen lassan, a csere az pedig jó Senkaxra, akinek még a csomag elérhető nagyjából 20-25 másodpercig. Hello! Összlát! Hát Csacsi sunyiban hazament, Wunder pedig szomorúan távozik a bokorból. Teleport van, szóval nem biztos, hogy ezt kell használni a Csacsinak, ezzel pedig ez a megmarad a lehetősége arra, hogy mobilis maradjon, ha már Shen választást hozott harmadjára is, mind a három meccsen Shennel játszott. Ajaj. Resi, Xail, jön hátul Senkak, Xerxi akar válaszolni, van gyógyítás, és vadon szava, és a fordulás tökéletes. Azt kell mondanom, hogy az, hogy Ixai mennyire szivatta a Splice, hogy ha öljetek meg, undorító volt. Meg is maradt a villanás amúgy. Jó, abszolút calculated volt a vadonszavás plusz életerő, de nem sokan volt, hogy Ixai meghaljon. De nagyon csábító volt a Splice-ek, azt, hogy meg lehet ölni a Ryze, öljük meg a Ryze, nem. Azért volt nagyon szép, kiemelkedően szép ez az egész, mert nem is Ixai villant, ahogy ezt az előbb mondtam, hanem Hillsong azért, hogy a vadonszava az megmentse Ryze-t. De még így sem tudja befejezni a korokpálcáját 11 percnél, azzal tényleg nagyon sokat nyerhetett volna. Érkezik és a visszajátszásunk, amúgy Thresi az, akit szeretne büntetni Ixail. El is használja amúgy gyorsítását, és a fal közelébe megy, hogy srácok átvillanok, ne kövessetek. Viszont ez nem történik meg, és az ember hátrányból pikpak ember előny tud kialakítani Unicorns of Love. Több emberes érkezéssel, jó volt amúgy még Warwick végső képesség is, abból ugyanis nem volt menekvés. Szokás mondani, hogy az embereket be lehet baitelni, ez most az volt. Persze egységben az erő is kellett, jön Senkax. Ixának van még villanás, az előbb nem használta ugye el, most megteszi. Bizony. A rakéta mellé, így Ixai most ezt túl is éli, a kivirágzás jön, majd a halál 4 felvonás. Itt kell most jól táncolni Ixai, mutasd meg a világnak! Az közel volt. Ezt talán egy kicsikét elkapkodta Kobi. Lehet. Ugye ha legalább egy felvonás betalál, onnan a összes többinek már könnyebbnek kéne lennie, hiszen a lassítás miatt nehezebb azt kikerülni. De mindegy is, egy-egy a gyilkosságok állás, az első tornyot pedig még mindig nagyon szeretné Unicorns of Love, nincsen csomag Senkaxnál. És ezt nem is tudja kitakarítani, letakarítani, megvan az első torony, Unicorns of Love 3 mérkőzésből 2-ször tudta elhozni ezt a célpontot. Van 1300 arany előnye ennek a toronynak köszönhetően, főleg a Unicorns of Love-nak. Felső ösvény, hogy a Maokának a teleport, hogy ő kijött, azt láttuk és mondtad is, de abszolút nem tudták ugye hát haszonra váltani, vagy valamit csinálni azzal a Wunder érkezéssel. Óceán sárkára lép ki 3 fővel a Unicorns of Love, az alsó ösvény tornyának döntése után ugye ez már általában ilyen hozzájáró plusz prémium a sárkány, ha már megvan is az alsó ösvény külső tornya. És itt viszont válaszolt egy jó kis vörös lopás valami, szintén fog illetni az övi is saját jungle-ében. Xerxének kéne ezt majd jól reagálni, miért látja, hogy ez itt elment. Ez már itt nincsen. Akkor menjünk lentre, Xerxé. De vérszomjas az a Warwick. Amúgy Maokainak nincsen túlságosan sok páncélzata, ezt pedig Samux tudná büntetni, ha találkoznának esetleg egy csapatharcban. Ez persze nem fog megtörténni meg egy jó ideig, 14 percnél. El lesz egy külön ösvényen az a Maokai, most például Shennel fognak találkozni, és megvan a válasza, úgy tűnik a Splice-nak a dzsungel őrszemezésre, nem a takarítás, ők is azt mondták, hogy jó, akkor majd követjük Warwick mozgását, ezt még mindig meg tudják tenni, hiszen a kameramon is mutatja nekünk, hogy Warwick teljes mértékben lekövethető jelen pillanatban, felső ösvényre pedig Samox, illetve Hillsong érkezik, Csacsi már jócskán arra szól az alsó ösvény felé, nem véletlen. Így ő védhet egy tornyot, még ezzel szemben a két ember felső ösvényen szépen lassan harcolhatja le az életerejét Maokai tornyának.
A Splice nagyon olyan kutyaszorítóban van, hogy neki is szükséges majd tornyot hoznia hamarosan, ha lánék fel van a Zsigzájra. Első talál, második talál, a harmadik nem, és negyedik pedig már valószínűleg megint csak nem fog így van találni. Exile, aki ezt mindez gyorsítás nélkül tette meg, és szépen táncolt ki a halál négy felvonásaiból. Ezért távolság sem segít igazából ebben. Minél messze van, annál könnyebb ugye még lassítva is kilépni a halál négy felvonása elől. És ugye ahhoz, hogy a Splice-nak kéne tornyot hoznia, mégis a Unicorns of Love, aki az ösvénycserét először kivitelezte is, a felső ösvény külső tornánál tesz majd valószínűleg hosszú távon szert. Erre lesz egy Senkax, hogy majd hát ha ő... Egyedül hosszú távon nem lesz elég oda. Valahol csak egy lövész, ő is. Ne felejtsük el. Van csomagja, azt látjuk jól. A romláslánc az talált Senkaxra. De ebben kiismerült a próbálkozás, átalakítás, Savuxnak ugye van vadonszava és gyógyítása, Senkax lett behúzva. A csőbe, meg persze egy kis egységben az erő még csacsitól, az mindig jó. Pajzs is vadonszava, végül is már önmagában elég arra, hogy kapjon egy raklapnyi életerőt, de még az egy gyógyítás Savux. Tehát a véletesen elség Senkaxon baromi sok sebzés volt. Csak sok minden védelem jött Savuxra. Tresi. Aja, Exercia nyakába, majd leköt és Exile-tól, Thresh-nek pedig villánsépensége lenne, de merre, mikor, hova, hogyan? Sehogyan. A bogárnál jobb a farkas, szerintem ez a kacsacsőr, ez teljes mértékben megállja a helyét. Eddig ugyanis két mérkőzésen kétszer tudta érvényesíteni akaratát Xerxi Warwick-ja Kha'Zix-szal szemben. Második tornyra mozdul ki. Lassan a felső ösvényen Exile, ugye ezt valószínűleg még nem fogja bedönteni, viszont cserébe a hírnököt elhozhatják. Ez pedig ugye még akár végső képességével is tudja alkalmazni Warwick. Ilyen szempontból fontos még lehet. Még pedig beleszól abba a hírnök szedésbe, és eléggé kellemetlen volt az ő érkezése. Pont a legjobb kor jött meg. Aha. Ezzel pedig így elbúcsúznak ettől a lehetőségtől a Unicorns-on. A játékos, de visszajátszás érkezik. Így van, amit nagyon fontos volt megnézni, egyrészt te is mondtad, betalált ugye a romlás lánca, viszont utána egy villámfejedelemmel Samux majdnem meg is hagy gyógyít, kapja a pajzsot Lulutól, illetve még az egységben az erőt is, és ha ez még mindig nem volna elég, akkor is ott volt egy kifárasztás, tehát tényleg mindent elhasználtak azért, hogy ezt túlélje Samux. Ez szerintem ekkora gyógyulásra még Senkaxnak sem számított. Egyszerűen csak vansatolni akarta ellenfelét. Sad story. És most szólhatnék Senkax ellen, hogy elszámolta magát, de inkább csak baromi sok védelmek ad még egyszer, hogy egyszer kihangsúlyoztam Samux. Erre kell azért még számolnia majd Senkaxnak is, és Kobinak is, meg Thresh-nek is. Ó, ha már Kobi, Thresh, Senkax, hol a varázssebzés, ugye? Hosszú távon azért ez is kellemes lehet a Unicorns-ot annak, hogy kell egy jó adag páncélzat, és jók vagyunk a szeren. Tény, Wunderben is van valamennyit azért a foszforbomba is sebez, meg a rakétánk is. De azért nem egy Syndra, vagy Cassiopeia sebzés. Lepiszkálódni amúgy, vagy lepiszkálni az ellenfelet pont elégnek kéne, hogy legyen a rakéta is. Tedd meg egy Shen és egy Warwick-kel szemben. Aki világúrik még pluszban. Ez így önmagában teljesen jogos. Közben amúgy megint csak talált a romlás lánca Kobira, de ez... Így csak egy kisebb mértékű piszkálódás volt. Marad a 3-1-es gyilkossági állásunk, és... A mai nap elején azt lehetett mondani, közben Tobost takarít Xerxi. Mai nap elején azt lehetett mondani, hogy Unicorns of Love akkor tud nyerni, amikor hátrányba játszik. Eddig? Hát egy-egy példa volt már erre is, arra is a mérkőzéseik során. Megint megpróbálkoznak amúgy a hírnök elhozatalával, és közben Exile tornyot hoz, hogyha legalább megint megakadályozzák azt a hírnököt, akkor ne maradjon ennyiben, akkor egy toronnyal kell, hogy búsuljanak. Nagyon akarják amúgy ezt a hírnököt. Akarták, és meg is indult a Splice is, mert volt egy nagyon jó kis őrszemlék, ami mindig kín van ott a hírnöknél, viszont Thresh-nek három darab romlás... Persze. Három darab átütő nyilvesz elég volt ahhoz, hogy visszább lépjen, az jó kis sebzés Jintől. Uh-huh. Meg persze Mikinek köszönhetően a kivirágzás és jó hídiszang jön be az ösvényre. Xelnek pedig van világugrása, és Xerxi is itt van. Hegycsárkány van. Szedhető formátumban, amire négy emberre jön a Unicorns of Love, és ide, erre a sárkányra a Splice nem úgy beleszólni nem fog tudni, hanem még sújtás próbálkozása sem lesz Thresh-nek, mert még csak most csönt ki a középső ösvény T2-es tornya mellől át az északi jungle-ébe, magabiztos sárkány Unicorns of Love-nak. Megint. Megint.
De a Sárkány Kontrollt ki is emeltük amúgy, hogy bámulatos a majdnem folyamán náluk, pláne amikor Warwickoznak, tehát akkor tényleg minden sárkányt el tudtak hozni egészen idáig. Kijelenthetjük, hogy Warwick a sárkányvadászunk felső, és mire világugrás a Ligzál jöhet. Senkaxnak pedig már nincsen túlságosan sok manája. Világugrás, here we fly. Senkaxnak van egy volkűrje, és van villanása is, jön a kontra sebzés. Kifárasztva Ligzál, gyorsított. Teleport. És jön a teleport Wundertől, messzebbre kell lépni Ligzálnak egyértelműen, és nem csak ő jön. Karma, Kha'Zix, Jhin. Míg Csacsi a másik oldalon mit csinál? Tolja az alsó ösvényt. Valószínűleg most szakítja ezt még gépességgel, meg így haza tud menni. És lesz, nem megy végül haza. Talán ez egy jó döntés, mert hogyha most egy unikozol elkezd kergetőzni, akkor nincs játékos az alsó ösvény, aki védekezhessen. Értem. Érted, jó van? Mert ugye ott van sem. Illetve az, hogy kettő darab idézői képességet puszta jelenlétével ki tud szedni Exile, az nem rossz. Neki pedig csak a gyorsítását kellett emiatt feláldoznia. Középső ösvény tornya. Tökéletesen védve, ez azért a piszkálódás ereje, tehát kivirágzás és csapdák teszik a dolgukat, Csacsi pedig közben hazatért. Én szerintem megint csak célszerű volna neki visszatérni az alsó ösvényre, habár erre legalább egy percet várnia kéne még, amíg a csomag elérhető, mert addig ember előnyét ki tudna használni a Splice egy jó csapatharchoz. Középső ösvényen motoszkál gyakorlatilag minden kék játékos, és egyedül Varus az, aki védekezik. Teszem hozzá sikeresen. 21. perc, és ugye sok-sok hírnek próbálkozás után a hírnek megunta, és küldte a Big Brother-t, a nagy tesót, a baront, hogy engem cseszegessetek, ne a kis hírnököt. És úgyhogy rá kontrollat resítő mindenképpen jó lesz. Ugye, ha ennyiszer a hírnöknek nekiesett a Unicorns-nak le, akkor valószínűleg nincs messze, mondjuk egy baranos a próbálkozás sem, ha a helyzet úgy hozza, de a egyébként egy torony a Splice-nál az ugye nem számottevő most még, és a középső ösvény torony az jóval nehezebben lesz majd dönthető a Splice-nek. Az alsó ösvény torony pedig még meg sem volt érintve nagy valószínűséggel. És ha ezt tudja tartani a Unicorns of Love, akkor a következő hegysárkányra is jók lehetnek. Uh-huh. Jelezném, hogy a hegysárkány jelző nincs kint a Unicorns of Love csapatánál, pedig van egy hegysárkányuk is az óceán mellett. Senki ne tévessze meg, Wunder pedig jön Csacsira. Ketten ölik azt a Shen-t, végső képessége van, és el lehet valószínűleg menni. Sziasztok! És akkor baronozzunk! Ha már nem vagytok ketten sújtással, meg minden fitferével és telepogyas nincsen Wundernek, akkor kettős emberölőnnyel gyerünk baronozni! Fenomenális döntés, halálnét felvonás, valaki levédi, jönne Mickey próbálkozni, sújtás tökéletes! Ez akkor a zakó a Splice-nek, mint a húzad, és világugrás még pluszban. Senkaxon menekülni kell, Samux villan rá a fejébe, romlás lesz tökéletes! Ajaj. Samux futás! Vadonszava a nyakán, Exile is villan! Hát gyerekek! Ha ebből eljön a Unicorns of Love, ami nagyon nehéz lesz, hogy jön Thrashy is, olyan arconcsapást kaptak, villan Thrashy! Nem kímél, jön még Xerxé pluszban, meg fog halni valószínűleg ő is, még vissza kell lépni Exile-ra. Ryzen van sebzés, Irisza még éppenséggel én is, meg jön Csacsi is, Irisza még mindig él hátul és meghal végül Kobi is! Fordul a Unicorns of Love, nézd meg mit csinálják, és Irisza, aki felvette a nem tudom milyen arcot, de hármas gyilkosság Exile-on, te atya úristen! Mekkorát szivatott a Unicorns of Love a Splice-on, Csacsinak köszönhetően. Azért ebben Exile is oroszlán részt vallott. Igen. Szép volt egyébként persze az is, hogy hazatértsen, aztán teleportal tudott maximális életerővel visszatérni egy váratlan pozícióból, de az, ami sebzés elhagyta azt a kék mukit, az valami hihetetlen. És még ráadásul arra is volt lehetősége, hogy úgy pakolja a képességét, ahogy akarja, mármint, hogy megossza a sebzést ellenfelei között. Nem gondolom, hogy túlságosan sok ilyen lehetősége lesz majd Exile-nak, viszont ezt egy baronnasorra remekül el tudták cserélni, és amúgy az öt emberes világugrás Senkaxx agyában nem volt rossz, Samox is talált minden képességével, aztán majdnem otthagyta a fogát, de még itt menekülhetett egy gyilkossággal baronnasorra, kis kameránkon pedig megint látjuk a világugrást. Megy a buli! És ebből ugye baromnasor buffjával érkező minionok fognak jönni a T2-es taranyra, és Csacsi, Hirisang, érted? Csacsi még oké, mert tank, de hogy Hirisang, aki felállítja a kapuadót, hogy itt senki se ahova, először penges, hülye gyerek, konkrétan, és olyan tornyot hoznak el, hogy semmilyen védemet nem tud előhozni erre a Splice, és jemeltök kanon arcára mindenki van ülve. Hát elvárom túl, jó? Hát jó, leszivattak. Nem kell volna tessenek lemenni az alsó esvény, nem mindegy. 6500 aranyelőny. Most már 3 toronyelőny is a Unicorns of Love-nál.
és nagyon sok villanás ment ki, csak Senkaxon van villanás. A következő párhazban is szerel lehet a Unicorns, vagy ilyen típusú világugrásokkal, amit ugye X-Men-mel másodjára tesz meg. Amúgy pont rajta készült el a mélységi joggar is, tehát amikor benn van a buli közepébe, akkor sokkal több sebzéssel tud rendelkezni bárkire, aki a közelében tartózkodik. Még arra a Kobira is, akin amúgy az éj kardja készült el, de hát ezt ugye már láttuk nála. Ezután valószínűleg várhatunk majd nem sokára egy Draktárt is. Ugyanúgy, ahogy egyébként Samoxon is. Ő amúgy majdhogy nem egy teljes tárgyal tud vezetni ellenfél lövészével szemben. Középső esménye még mindig van Baron, bár már csak kb. 20 másodpercig a Unicorns of Lavon, de megint csak ugye az őrszem hálózatra rá... Láttad azt az igazán Dimitset? Jó, oké, csak minionok, de ez ugyanígy pattogott az előbb is körbe, összes játékosan az előző párharcban, amivel hármas gyilkossága jött el Exile. Csinos, nem rossz, nem rossz, gyúrt rá Exile egyértelműen, ez látszódik is. T2-es torony, már megint, ami ugye éppenséget tűzérség alatt van. Jön a Unicorns of Love gárdája, a felső ösvényen megint jönnek a minionok, még éppen most jár le a Baron Nashor-madik Xylon. Le is járt. Így már nincsenek buffolt minionok, de minionok vannak. És Xylon pedig a fő minion. Most korán fejezte be amúgy a jégkesztyűjét Warwickunk. Xerxi előre hozta a területi lassítást. Csomag. Ki is van használva, jó a csomag használat. Hiriszen pedig bajban van, villan végül. És még közben fölülti Senkaxot, bár meghal a halál négy felvonásban. De támogató játékos ugye a középső esélyesért még megéri. Xerxi pedig, hát nem tudom szépen mondani, de tolja ki magával a sebzés egyértelműen. 4-0-3-as Ryze-ot játszik, megint majdnem perfect. Perfect. T2-es torony a lép ki szépen megint a Unicorns of Love. Nincs miért túlságosan sok minion, de visszalép a Splice. Jön Csacsi is. Xyle üti a torret, majd épessége felbűszít. Kobila ugrik Xerxi. Instant meghal Jean. Bár Csacsi még épessége darabig él, de most már nem. A torony még nem dölt be, majd csak most fog. Xyle tankol. Már másik irányba menekül a Splice. A toronyai jött a Unicorns of Love, az megvan. Kellett érte ugye embert adni. De mindig csak kettőt a háromért. Pontosan. Tehát a cseré is az övéké, nem csak a torony. Nagyon tetszett a kombó egyébként, vártam már, hogy hogyan fogja elhasználni a végső képességét Xerxi. Aztán megvártam, hogy először egy Csacsi felbőszítést találjon, utána jött a kombó képessége erre rá, amiből gyilkosságot és tornyot, ahogy mondod, el tudott hozni a piros csapat. Illetve mostanra a második hegysárkány is őket erősíti 20% tényleges sebzés bónusszal. Senkaxra amúgy iszonyatosan durva sebzés érkezett. Beugrani egy középső ösvényessel, hogy orgyilkost játsz, miközben az egy lövész, az nem feltétlen volt a legjobb döntés, te is mondtad, középső ösvényes támogatóért, az még teljes mértékben belefér, sőt, ezért még ugye a csomagot is feláldozta a Splice, utána viszont a tornyot, hát Wunder saját élete árán próbálja teljes mértékben életben tartani. Megérkezik a felbőszítéssel Kobira Csacsi, akire aztán ott volt Warwick végső képesség is, ez már egy gyilkosság. Utána pedig még Karmát tudták befejezni szintén a torony alatt, tehát és a tankok ellettek zavarva. Milyen jó, hogy mondtad a Shen, majd a Warwick érkezést. Emlékszel az első meccsen ugyanebben a pozícióban mit csinálta Unicorns of Love? Bement Shen, menekül, meghal, és utána jött meg Xerxi. Igazából már a beérkezésben a ravasz húzás, az indítása az egésznek mennyivel szebben is ilyen összhangban egyszerre jött a két játékostól. Ez is megfigyelhető volt, az első meccsen például ilyen nem volt. Egy percen belül jön a Baron Nashor, és a harmadik hegysárkány is kb. 5 percen belül. Pont az ősi sárkány érkezés előtt jön még ugye ő is. Tehát lesz mindenféle finomság bőven. Abban azért nem vagyok teljesen biztos, hogy a harmadik hegysárkány az teljes mértékben ki lesz használva, mármint hogy most is van már 20% tényleges sebzés bónusza a piros csapatnak, amit az utolsó külső tornyra most fognak kihasználni lassan. A következő minél hullámmal, vagy ezzel. 6-1 tehát. Minél hullám. Hagyjad már. Nem kispályások már, minél hullám. Elég egy fős minél hullám nekik. Aztán hello, szia, szevasz. Nem mondom tovább, mert unalmas. Bocsánat. Xerxi, aki őrszemet pucol ki ugye a Splice északi jungle-ében. Tehát ez megint csak a nyomás, amit láthatunk, hogy már megint csak a 30
5%-át látja talán jó indulattal a Splice a pályából. Világugrás, baromnasor, kezdeményezés a Unicorns of Love-tól. Megjön a messzelátó gömb, jön a négy fő Splice, jön a halál négy felvonás. Ez viszont kellemetlen, jó. De az a bizonyos barom megvan. Hirissa meg fog halni, ez biztos, de Tresi szintén. Nem Tresi, még kivilla, jön Csacsi. Ott hal inkább karma meg mellettük, hogy a karjukban konkrétan majd Tresi is. Senkax pedig hátulról asszisztál. Tyú, tyú, tyú. Aztán pedig villan, mert jön Exile, a Rise. 6-12, és igazából 2-1-es csere, ahhoz képest, hogy milyen zsákutcában érezte magát a Unicorns Love, ugye a nyitott halál négy felvonásának köszönhetően megváltás is jön, mindenféle finomság, van két lövész és egy maokai ahhoz, hogy védjék az inhibitorokat. Csacsi, Exile, Xerxi 3-asa jön Wunder Senkax ellen, még Samux szólóban hoz még egy tornyot nyugodt szívvel. 10 másodperc még Mikig, és 12 Thrashig. Ez egy-egy torony és baron, megint lóvé és objektum dögivel. Xerxi ezzel a szörnyel tényleg megtalálta a 24. személyiségét. A baronnasor után egyből tudott fordulni Kha'Zix-ra, aki amúgy szint egyenlegben tudott beérkezni. Tehát mind a ketten 14-esek voltak, úgy jött a baronnasorra, nem tudta mégsem elsújtani egy Kha'Zix-szal, aki szana szét volt CC-zve, elfutni pedig egy Warwick elől, aki gyorsított. Hát az piszok nehéz. Mikey pedig beragadt a buli közepén, még a csapatharc előtt őróla azért nem esett szó, mert olyan gyorsan robbant fel. Amúgy így Baron Nashorral és két hegysárkánnyal nagyon könnyű dolga van a Unicorns of Love-nak. Például az középső, illetve a felső ösvényen nincs is torony, ami védené az inhibitorokat. Baron Nashorral az inhibitorok beszedésére utolsó offenzívját szeretné megindítani a Unicorns of Love, de jön most Wunder, ez most jó érkezés a Splice-tól. Exile a célpont, egyértelmű, jön Senkax, jó a csomaghasználat is, majd a megváltások tömkelege jön ki, és meghal Senkax. Exile már Isten szabású, és végül Thrashy is meghal, Mikki pedig villani kényszerül. Hátul Wunder még próbálkozik, de Xerxi, Csacsi, kettőse, Kobi agyán, egy hármas csere, ez inhibitor biztosan lesz. És hölgyeim és uraim, Mikki a karma, a támogató karma, 0-2-5-tel, még Wunder a tank, a fa. Nem fog tudni mit csinálni, négy darab pónilóval szemben dől egy Nexus torony. Dőlni fog szépen lassan még egy, és Wunderre nem is foglalkoznak, hát üssél nyugodtan. Senkit nem érdekel, a Nexus be fog dőlni szépen lassan, még Wunderre leszedik az őrangyalt. És a Unicorns of Love 0-1-ből föláll 2-1-re, ahogy Csacsi is a székből, ahogy láttuk. Magabiztosan, és az első meccshez képest 90 perc alatt transformálódott a Unicorns folyamatosan, ugye? Legalábbis a hozzátett játék stílusában. Az első meccshez képest az a harmadik, ez égésföld. A második pedig megint csak. Ez és ezt muszáj kiemelni, nem azért, mert az UOL ellen szeretnék beszélni, de az első meccs az katasztrófa volt, ahogy kommunikáltak. Szinte semmi. És ezek pedig gyönyörű végjátékok. Tényleg olyan volt, mintha bemelegítettek volna amúgy. Mármint, hogy a játékok is olyan mértékben fejlődött, így a harmadik meccsre, a Splice-nak pedig, hát én szerintem az új választásokkal némileg meggyúlt a problémája. Ide értheted akár a Warwickot is, mert hogy ezt remekül tudja már kombóban, pakban hozni a Unicorns of Love, pedig még csak az első meccse volt. Ez ugye Warwicknak és a 7.2-es patchnek. Én azt mondanám, hogy gyönyörű szép játékokat láthatunk, és a Splice büszkén távozhat innen. Abszolút! Tehát ahhoz képest, hogy hogy indít a Unicorns ebben az évben, és hogy zárt a tavalyi évet, ők is jutottak a jóval erősebb ellenfélekkel játszani, mint belőle mondjuk a VB kiutásánál tavaly, és nagyon jól helytálltak. A Korki ezen a meccsen már megvolt rá az ellenhívás, a Korkira megvolt rá a válasz, még az első meccsen kevésbé volt rá válasz, úgymond. De ami az egész rátette tényleg a pontot, az az első ösvényről való távozása, elegánsan, angolosan Csacsinak, majd a baromba való beérkezés ugye a Thrashy, Wunder kezei közül. Minden kettőből kijött az, igazából főleg Wunder, az a két képesség, amikor meg lehet szakítani bármit is, és utána pedig, ja, hogy te elnyomtál mindent? Sziasztok! Uhu! És így ment is tovább van a Nashorhoz. Ez annyira egy támpontja volt, és annyira ki lehet égni egy ilyentől Splice játékosként, hogy ez valami fergetegesen rossz lehet. És ami legszebb, hogy tök mindegy volt, hogy Csacsi odaérkezik-e. Négy emberrel is tök simán elhozta volna Unicorns of Love a Baron Nashort, az csak a slusszpoén, hogy Csacsi még meg is tudott érkezni erre. És nem volt súlytása. És így öt emberes Baron Nashort tudott elhozni Unicorns of Love. És tényleg éges föld volt így belegondolva, amúgy első és harmadik mérkőzés.
egyet kell, hogy értsek veled. Üdvözlöm a srácok, hogy ennek a öröm mámorban mi nem fogunk semmiképpen sem belerondítani, vagy máshogy hozzászólni. Nagyon szép meccsen nyert a Unicorns a Love 2-1-re, ezt ünnepeljük meg, mi is egy jó kis szünettel. Utána jövünk a következő BIO3-as mérkőzésen, mert fünneltik Misfits, szóval messzire nem menjetek, ha valakit az európai LCS még érdekel, hogy hogyan alakulnak a többi csapatonak ugye a hierarchiája, az erőforrásai és ugye a fölényei, vagy nem fölényei. Jövünk vissza egy 5-10 percen belül a következő BIO3-as mérkőzéssel. Gratulálunk a Unicorns of Love-nak, és pedig most szünet jön. Sziasztok! Sziasztok!